Szép reggelt mindenkinek, időnk jelenleg az autóban, egy órás késéssel meg fogunk indulni a Grüner Seehez, Ausztriákba, az osztrák keresztapáinkhoz. Nagyjából egy 2,5-3 óra múlva ott is leszünk a tónál, és ez a videó azt jelenteti, hogy most nem fogunk horgászni, hiszen elindítom itt télen a heti vlogot, hogy egy kicsi rendszer legyen azért az életemben, és legyen tartalom a YouTube csatornán, szóval tartsatok velünk ebben az epizódban is, és hogy kivel tartok erre az útra. Szerinted ti tudtok németül? Ennyi már van. Itt vagyunk az osztrák településen, még egy nagyjából 120 km-ünk van hátra, és előjük úti célunkat, addig láthatok úgyis vágó képeket az útról, teljes a brigádunk, hiszen Andrást is felvettük, még szombaton. Sziasztok! Tamásunk pedig már itt bókol szépen lassan. Hogy érzed magad? Hát úgy érzem, mint a Hamilton vezetne. Mindjárt, Tomi. Jó kis tehén szorszakban. Én is azt akartam. Videó vlog van, gyerekek! Na, itt vagyunk fönn, nem tudom hol. GPS szerint jöttünk, de hát félünk, hogy eltévedtünk, mert autópályán akartunk menni, aztán fönn vagyunk a hegyekbe, de nézzek milyen gyönyörű kilátáson. Megálltunk egyet pihenni, felröptetjük a drónt. Itt vagyunk most már a hegyek között, látszik is valószínűleg a leheletünk. Köd is gyönyörű a háttérből, hogy meg van ülve itt a hegyekben. Most megröptetjük itt is a drónt, talán sikerül egész jó vágóképeket készíteni, és itt vagyunk körülbelül 50 km-re célpontunkhoz, a Grüner Seehez. Legfőbb megállunk előtt, benéztünk ide a CNZ-hez, be van fagyva ez a kis túl, gyönyörű szép háttere van neki is, de ugye ez még nem a fő látnivalónk, de már itt is tökre tetszik nekem ez az alpesi táj. Lenéztünk ide, fúra be van fagyva, most pedig indulunk még egy szinten feljebb. Aha. Amit erről a kis tavacskáról tudni kell, az annyi, hogy az Albert családnak a tava nyáron ilyen kis strandként szolgál, és állítólagosan a tiszta vize nyugalmat kelt az emberekbe, és azért látogatják ennyien. Pusztán 6 euróért sikerült megvásárolnunk a parkolójegyet, most pedig elkezdünk felsétálni ide a hegy tetejére. Most már megérkeztünk ide, konkrétan a tó mellé, jóval kevesebb víz van bent, mint a képeken látni lehetett, de ezt ugye sokerült a kocsiba utána is olvasni, hogy ilyenkor azért nem annyi víz van benne, és nem ilyenkor a legszebb a környezet. Itt van mögöttem, ez a gyönyörű szép, hát minek mondjam, hegy. Tálunk az iszabba. És fa? Megvan fa. Ez az egész tó. Boldog vagy, Balikó? Tetszik? Szép. Ami nagyon extra, tökre megérte 160 km-t autózni. Jaj, te már mindig csak a negatívot keresed, bazd meg. Végre láthatsz egy olyan természetbeli csodát, amit majd nyáron megnézed, hogy milyen. Ami amikor szép. Nem ilyen. Tehát extra. Tetszett. Hossza.
felkerestük azokat a spotokat, ahol az Instagram képek készülnek, illetve azt a csodálatos tájat láthatjátok, mint tulajdonképpen amiről ez az egész Grünerzé téma szól. Csak hát a kocsiból sikerült utána olvasnunk, hogy ilyen télen nem sok víz van a tóban, hát ez a nem sok, ez most szinte nulla. Tehát így néz ki ez az egész. Szóval azt hittük, hogy ahogy az a kicsi tó ott a legelején az egész jól nézett ki, és volt benne víz, és tényleg megvolt ez a zöld színű jellege. Hát itt a valódi Grünerzé, a nagy tó az nulla, tehát ebben nincsen víz. Itt a izének a dugója, ennek a kis tavacskának a dugója ki van húzva, azért ereszed le! Megéheztek a kicsi fiókák. Finom? Nagyon jó. Szép mind a hely. De úgy extra. Nem tudom, hogy kurva refáradtam. Kohol, aztán most kijött egyet a levegőre, sétáltál 20 métert. Rossz meg is már. Vagyok, be. Azért mi van a fejeden? Na, mert állítok. Pool fishing. Mi? Az komoly. Csak a jó képűeket szponzorálják, Tomi. Azt mondtad nekem is ott. Mit? Ilyen sopkát. Odaadtam apának. Hát, na. Finom fiúk. És vissza is értünk idehez a gyönyörű szép sárga épülethez. Most fogunk visszaindulni, és keresünk még valami látnivalót, hiszen ez annyira nem vágott minket földhöz, mivel hát ki volt száradva, hogy megmondjuk ezt őszintén, úgyhogy most indulunk tovább a következő megállónkhoz. Tomi apu a király! Kijönt ez halott. Beültünk ide egy kávészóba, gyorsan megiszok a kávénkat, és indulunk is tovább, hiszen én azt hittem, hogy itt étterem van, és valami kis gluténmentes cuccot tudok enni, ám mint később kiderült, hogy még kókusztál sincsen, de az meg hagyján, de még laktózmentes nincs, ahol rendes tejbuszra reméljük, hogy hazaérünk. Utána keresünk egy Mekit, bekajálunk, aztán indulunk haza pókerezni, meginni. Egy kis... Danke schön, auf Wiedersehen! Tschüss! Amúgy cuki volt a néni. Csüssz. Csüssz.